közlekedési káosz alakult ki Németországban a mozdonyvezetők és a Lufthansa földi dolgozóinak sztrájkja miatt. Az alkalmazottak fizetésemelést követelnek. A Német Nemzeti Légitársaság egyébként bejelentette, hogy tavaly megduplázta a nyereségét. Németországban a magas infláció miatt egymást érik a sztrájkok. Alvással ütötte el a fölösleges időt ez az utas a frankfurti nemzetközi repülőtéren, miután sztrájk miatt közlekedési káosz alakult ki. Sokan türelmesek, de egyre többen bosszankodnak a járattörlések miatt, amelyeket a Lufthansa dolgozóinak, illetve a biztonsági személyzetnek a munka beszüntetése okoz. Nem nagyon tudom őket megérteni. Kevesebbet akarnak dolgozni, nagyobb fizetésért. Ha ez így menne, akkor a gazdaság összeomlana. Méltatlankodott ez az utas a legnagyobb német reptéren. A Lufthansa földi dolgozóinak tárgyalója megérti az utasokat, főleg mivel ez már a sokadik sztrájk, de szerinte a szakszervezet csak így tud nyomást gyakorolni a munkaadóra, a 12,5%-os fizetésemelés és egy 3000 eurós plusz kifizetés érdekében az infláció ellensúlyozására. Mi mindig megoldásra törekszünk a tárgyalóasztalnál. Már 4 tárgyalási forduló volt, de a Lufthansa nem hajlandó jobb ajánlatot adni, ami nem helyes, jelentette ki a szakszervezet tárgyalója. Beszüntették a munkát a Deutsche Bahn mozdonyvezetői is. A Német Állami Vasúttársaság alkalmazottai azzal fenyegetnek, hogy egy sor sztrájkot tartanak, ha nem csökkentik le a munkaidejüket napi 35 órára, ugyanazért a fizetésért. A menedzsmentünk 14%-kal növelte a fizetését, és több milliós jutalmakat tett zsebre, aztán arról győzködi a dolgozókat, hogy a cégnek rosszul megy, ezért meg kell húzni a nadrágszíjat. Ez nem igazságos, fogalmazott a szakszervezeti vezető. Németországban a magas infláció miatt egymást érik a sztrájkok, amelyek milliókat érintenek. A mostani munkabeszüntetés szombatig tart majd, így további közlekedési fennakadásokra kell számítani az utasoknak.